Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. Én úgy éreztem ma, ez most nagyon fontos, hogy a szerelem áll a középpontban, vagy az, amit kedvelsz, hiszen ez a gyertya mágia és ez a piros gyertya mind arra utal, ami lelkesít téged. Persze, itt elsősorban szerelmi kapcsolatról van szó. A videó végén átküldöm számodra ezt a szerelmi energiát. Itt látható, hogy te állsz a középpontban. Veled szemben van a lelki társad. Mindketten megjelentek a jóslásnál, és az azt jelenti, itt van kapcsolat. Te keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Kell egy kis türelem, amíg ez a fa gyümölcsözni fog. De eléred a céljaidat. Ez a kígyó jelenthet mellékutakat, hogy ő mellékutakon keresi a kapcsolatot veled. Amit a kígyó még jelent, a megújulások és a gyógyító erő. A fának is van egy ilyen szimbolikus jelentése, tehát mindkét kártya utal a gyógyulásra. Ha valaki beteg a környezetedben, akkor itt lesz gyógyulás. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ez a te hivatásod, és megvan nálad ez a gyógyító erő. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, úgy figyelj, téged keresi veled a kapcsolatot, hogy milyen szándékkal, vagy ki ez a hölgy, ezt majd még megtekintjük. Itt lesznek újdonságok, vagy egy új kezdet. Ez a férfi visszatér hozzád, és vannak elvárásai, hogy te őt dicsérd, hogy felnéz rád. Itt ez a virágcsokor lehet egy kellemes hír, egy meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék is. És most bepillantunk a mélybe. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a kártyák mutatják azt, ami rád vonatkozik. Ez a férfi gondol rád. Megjelensz a gondolataiban, de ő még zárkózott, erre utal ez a könyv. Persze ez a könyv jelentheti a tudást, a tehetséget, vagy a továbbképzést is. A fa a gyógyító erő, vagy a helyed az életben. Itt látható egy hamis nő, aki becsap téged. Ő szeretne veled tisztázni valamit, de mégis látható ez a hamisság a háttérben. Mivel a fának van gyógyító ereje, de jelentheti azt is, ami betegít téged, ennek a nőnek vannak ilyen hamis szándékai. Lehet, hogy ez a hamis nő ugyanaz, mint itt ez a kígyó. A kígyó szimbolizál természetesen egy hölgyet. Itt barátilag közeledik hozzád, közöl veled valamit. Ez, amit ő mond, nem a valóság, hiszen itt megjelenik a hamisság, és a kutyánál vagy barátságról van szó, hogy olyan barátilag közeledik, vagy jelentheti a hűséget. Ez lehet egy hamis barátnő is, aki közli azt veled, hogy ez a férfi megcsal téged, mert nem hűséges, de ez nem a valóság, hiszen ez a nő hazudni fog. Légy óvatos! És mit jelentenek itt a gyermekek? Ez lehet egy új kezdet is. Itt lesznek beszélgetések a gyermekekkel, vagy kommunikáció egy új kezdetről. A gyermekek utalnak
az ártatlanságra is, tehát utalnak az ő ártatlanságára, és ha valaki azt mondja neked, hogy megcsalt téged, ő nem hűséges, sőt, itt ez a kártya utalhat szexuális kapcsolatokra is, akkor biztos lehetsz abban, hogy ez a nő hazudik neked, és itt a gyermekek kétszer is megjelennek itt, utalnak a férfi ártatlanságára. Itt lesz egy hír, egy hivatalos hír, de itt látható a virágcsokor, az azt jelenti, hogy egy hivatalos ügynél lesz egy jó döntés, vagy egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Itt ez a férfi lezár valamit. Ez lehet ez a hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. És megjelenik a hold, ami utal az ő álmaira, az ő vágyaira, hiszen gondol rád, visszatér hozzád, lesz újra kapcsolat. De van valaki a háttérben, aki pletykálkodik, rossz indulatú, és rossz dolgokat közöl róla. Ő visszatér hozzád, de vannak elvárásai, kell az elismerés, azt akarja, hogy sikerei legyenek, dicsért őt. Itt újra megjelenik a virágcsokor, mint itt, nem jön üres kézzel, hanem ő megajándékoz téged, és itt ez a ház lehet egy látogatás, vagy egy meghívás, az is lehet, hogy szeretne valamit megszépíteni az otthonodban, vagy az ő otthonában. Ez lehet egy közös otthon tervezése is. Amit a ház még jelentett, családi kapcsolatok, itt javul a helyzet, lesz egy kellemes meglepetés, vagy amit a kártyák még jelenthetnek, itt egy kreatív tevékenység, ami itt is megjelenik, sőt a szerződések. Itt előre mennek a dolgok, ez sikert hoz, és akkor a ház az lehet munka otthonról, vagy egy saját cégnek a kiépítése. És itt is lesznek sikerek, ez a férfi segít neked ebben. És akkor lehet, hogy ez a hamis nő irigy erre, és ezért olyan rossz indulatú. De nálunk itt van most ez a gyertya mágia, és én küldöm neked ezt az energiát, hogy minden jóra forduljon, hogy sikereid legyenek, hiszen szívvel, lélekkel teszed ezt a tevékenységet, azon kívül, hogy legyen közeledés, szerencse a szerelemben. Csukd be a szemedet, képzeld el, hogy mit szeretnél elérni, és hogyan szeretnéd ezt elérni. És akkor itt egy kívánság, egy álom megvalósul. Ha gondolod, leírhatod a kommentárban, hogy érzed a gyertya mágiának a hatását, hogy hatott ki rád. Ennek nagyon örülnék. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.